amikor 1996-ban ezt elindították, ezt kitalálták, akkor ez azért történt, mert akkor az előadó művészeteknek az ázsiója nagyon nem volt. Úgy éreztük, hogy eltűntek azok az idők, amikor fontos volt a művészet, fontos volt az előadó művészet. Akkor én úgy neveztem, amikor ez az első elindult, hogy Madács Imrét idézve, ez az Édenkertnek egy késői sugára. Kedves vendégeink, következzenek a 2022-ben a halhatatlanok közé választott színésznők. Elsőként a Kossuth Jászai díjas és Balázs Béla díjas érdemes művész, Pásztor Erzsi. A Soproni Petőfi Színház, a Turay Ida Színház örökös tagja, a Koldus Opera Pikaknéja, vagy a Macskajáték Orbánnéja, és legelső sorban is nyilván a Szomszédok Janka nénie, oly sok ember emlékezetében. Pásztor Erzsi. Köszönöm szépen. Janka néni, vagyis az ország alkoholistája. Ez vagyok én, de hát kénytelen vagyok fölvállalni, és én boldogan vállalom. Hát boldogság van, mert nagyon-nagyon szerettem volna ezt a díjat megkapni, és megkaptam, és nagyon örülök neki, és mindig azt hiszem, hogy én velem már nem történhet semmi jó. És tulajdonképpen mégis mindig történik. Erre olyan régóta vágytam, elmondtam már, hogy az unokáim, akik nem Magyarországon élnek, mindig arra gondolok, hogy amikor már nem leszek, akkor eljönnek Magyarországra, és a lány, aki szépen beszél magyarul, majd mondja a fiúnak, látod, ez a nagyanyánk itt valami színésznőféle volt. Szavazat, ami ment. Nagyon szépen köszönöm a Turay Ida Színház közönségének, és még nagyon-nagyon sokan, akik hát látnak a színpadon, vagy ismernek, vagy szeretnek. Köszönöm szépen!